Jó reggelt, Vietnám üdv a csatornán! Képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 milliárd euró kihívásos videósorozat következő részével, amiben kapásból kell valamit csinálni, drasztikus dolgokat kell megléptem, például ezt az átrakó kocsit megszüntetni. Igen, nagyon sokat írtatok, nagyon köszönöm szépen a tippeket, hogy igazából hogy kellene megvalósítani a dolgokat. Keeper meg is fogja fogadni ezerrel, higgyétek el, de egyelőre várjatok. Taboljunk egyet, aztán nézzük meg, hol van a KCH, mert az vissza kell ugratnom. Hol vagy KCH? Hol van a KCH? Hol van a KCH? Ja, itt van, bassza. Ja. Legalább most már megtudtuk-e, itt van, középen. De hallod, ráváltani nem tudsz, mert annyira sűrűn vannak a dolgok. Visszaállítás, el kell adnom ezt a rakodókocsit, és gyerekek, olyan dolgok fognak történni ebben a részben, hogy megőrülünk! Megőrülünk! Az új célok fele haladni fogunk. Mert nem csak a tyúkokból kell. Gyerekek, ezt nem tudom ebbe berakni, de jó van. Na, nem csak a tyúkokból kell megélni, hanem más távlatok felé kell nyitni. A horizont új távlatait kell meg. Hórítani a képernek, hódítani el! Na, csapjuk neki tényleg. Bocsánat egyébként, hogy egy kicsit őrület van, eladás, itt megint buktunk egy jó 20 ezeret. Hát hogy ne, mert a képer a hülyeséget állandóan csinálja. Na gyerekek, ide nem kell vinni semmit, mert akkor igazából, bár egy darab dollit akartam venni, aztán akkor már menjen meg, akkor legyen már meg ez. Egyébként annyira mondjátok, hogy vegyem meg ezt a, ezt a dolgot, csak egy baj van, hogyha ezt megveszem, akkor ugye egyfajta dolgot tudok egyszerre csinálni, és képen az abban gondolkodik, hogy kettő dolgot csinál, egyszerre. Na, bocsánat. Bocsánat a hülyeség miatt. Ma még nem ittunk semmit. Jó ez, de kerékbeállítás. Jó ez. Egyébként lesznek változások a sorozatban. Egy-két dolog így fog változni, a reabot ki fog kerülni, csak még akartam hagyni addig, amíg így megbarátkozunk vele, meg most még egyelőre annyira nem is annyira zavaró. Ki fog kerülni a reabot, mert néha olyan dolgok történnek a képen rá, hogy egyszerűen nem tudja fölfogni. Mondjuk ezt a dollit húzzuk át a vetésen, vagyis nem is a vetésen, hanem a tarlón, és nem fogunk tudni 40-nel menni, hanem vissza fog minket, ami azért eléggé kellemetlen tud lenni, amikor 700 lóer és vernákról beszélünk, gyerekek. De figyeljé! Elmegyünk, oda néz, hopp! Gyerekek, visszafogja a vetés, vagy a tarló, oda néz. És ez minden csak nem reál. Ez minden csak nem reál, mond gyerekek, hogy a 700 lóer és traktor az a tarlón nem ugyanolyan gyorsan tud menni, mint bárhol máshol szerintem. Meg ugye már a dombok is olyan szinten kikezdik itt a sebességüket, nézd meg, nehogy már 11%-os slipük legyen. Meg van egy, megyünk fel egy ilyen 3 fokos lejtőn, aztán már nem tud menni, és ez nem reális, gyerekek. Úgyhogy ezzel mindenképp kell kezdeni valamit. Na, annyit kellene csinálni, nézzük meg, hogy mi ez kell most. Igen, ugye a dolly oda kell nekünk ahhoz a járműhöz, jármű egységhez, azzal kell valamit kezdeni. Igen, egy kicsit még azért itt kell egy-két dolgot csinálni. A cruise blowboardot mindenki be kell raknom, csak még nem tudtam vele foglalkozni, úgyhogy az még most máma nem kerül be. Ej, Keeper nagyon rossz voltál. Hogy? Na. Ezt ugye visszük el, azért vannak bálintva azok a járművek, amik itt ide vannak készítve, azokat ugye visszük el magunkkal a következő telepre. Egyébként írtátok, hogy nyugodtan vegyem meg azt a telepet, valaki írta, hogy nyugodtan vegyem meg azért a 400 euróért, valaki írta, hogy vegyem meg 100 ezer euróért, valaki írta, hogy vegyem meg 70 ezer euróért, úgyhogy abba gondolkozok, hogy lehet, hogy megint egy ilyen köztes számot kinézünk, és akkor annyiért fogjuk megvenni. Na srácok, mindjárt kerül be valami még a játékba. Nem kapcsoltam be azt, hogy a gépi munkások vegyék a dolgokat. Tehát kelljen tölteni. De a Keepernek küldhetek egy modot, ami nem is tudom, hogy hol van, várjál már. Az egyébben lesz az. Egy olyan dolgot, hogy gyakorlatilag tudsz újra tölteni
magot, műtrágyát, és nézzét, mi ez? Wetzwerk. Úgyhogy ezeket fogjuk alkalmazni, és ezeket úgy kellene lerakni, hogy valahogy értelmesen. Ugye a seed tankot, a seed tank az valahogy úgy legyen, hogy akkor ennél a kettő gépnyie, ennél a kettő gépnyie, és akkor ugye egyből tudunk seedet berakni, meg ugye ide kellene, száraz trágya, műtrágya, úgy, és ide kellene nekünk száraz műtrágya, és ide kellene nekünk liquid, ez. És akkor konkrétan mégse az van, hogy úgy veszem a dolgot, mert meg kell vennem, de mégse kell elmennem érte, és szerintem ez itt tök frankó. Így lesz ez a dolog, srácok! Na nézzük, próbáljuk is ki, hogy ez akkor működik-e, elvileg. Tudom akkor tölteni? Remélem. A gyerekek, nehogy azt mondjátok, hogy nem működnek. Why? Nem mondta, hogy nem működik. És ezt nagyon-nagyon ügyesen megvettem, és ha nem működik, megvarulom. Oh! What the fuck? Várjál, megyek egy kört, lehet, hogy ugye még egyszer be kell állni. Gyerekek, ha nem működik, akkor megvarulok, érted? Már lehet, hogy az egyik oldalán működik, de nem, hát ez nem hiszem, hogy az egyik oldalán működne. Várjál, üljünk át a másik gépbe, hallod már kapásból itt ilyen ideig problémákba ütközik a képőr, akkor megőrül. Jaj! Hallod, miért nem működik? Nem működik, he? More! Ne szórakozzá, megvettél ezt a szart! Nem működik, de miért nem működik, hallod? Most ne szórakozzatok, gyerekek! Ne küldtétek, hogy ez olyan csodálatos dolog, de hát... azt írja egyébként, hogy még többe is kerül, mint amennyi. De hallod, ez nagyon nem működik. És de nem írja, hogy ugye nincs olyan, hogy melyik oldalról tudod tölteni, én úgy látom, hanem ez egy ilyen full szimmetrikus dolog, szerintem csak mellé kellene állni. De hallod, nem működik. Don't working. Akkor most ilyenkor mit csinál a keeper? Megőrül. Jaj, de jó gyerekek, komolyan mondom, ne szívassatok már. Nem hajlandó működni, de miért? Várja, nézzük egy F1-et. Ugye akkor ki kellene írnia, hogy ha. Vagy el. Megnéztem itt a végében is, hát jó, ez nem működik. Minden esetre ki kell... Nem húz... Ujj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 
mi történt itt? Mi folyik egy ögyös, hogy minden esetre mentek egyet jókor, mi, amikor leraktam 4 egységet, ami nem működik. Don't working. Fiúk, hát mi történt? Mi folyik egy öngyösön? Miért van ez, gyerekek? Miért van ez? Keeper vadul meg, keményen. Ezzel most akkor mit tudok csinálni? Mi lesz itt a sorsom, gyerekek? Azért egy baba lesz. Egyébként ez mothabos, gyerekek, mothabos cucc, szóval még azt se lehetne mondani, hogy ez valami kókány mód, de nem akar tölteni belőle szídet meg semmit, vagy ki kell teljesen ürülnie, vagy valami nem stimmel, várjatok. Egy belső nézet, egy ide, és kiveszem ezt innen, kifordítom, kirángatta a keeper. Érdekes dolgok történnek itt, ez meg álljon meg. Itt kellene egy kicsit szántani. Aztán utána meg vetnyi. Ez valószínűleg el fogja vinni ezt a csodálatos ekét, ugye? Mindjárt lecsurgunk. De tök jó, hogy ilyen kis dombos dimbes lett ez a dolog. Egy-két fát még rakhatnák, írtátok. Hát lehet, hogy lesz egyébként. Na, területek. Majdra sétálásának engedély az ísét. Ha be kell kapcsolni. Tudni. Ez meg nem is tudom mivel. Az éve. Ami nálam Y-on, mert angol billentyűzete van a KLP-ben.
próbáltam egy ilyen gépi munkást indítani, ennél folyamat már nem szereti. Ugye azért nem szereti, mert igazából a világból kivenne, hát hogyha új területeket hozunk létre. Jó, semmi gond. Végighajtok itt nagyjából egyenesen. Itt van egy kis, fönnforgás. Itt megpróbálok így a fűves részig kimenni akkor már, ugye eddig nem volt kiszánva eddig. Hanem. Csak addig, ameddig lassatok, testvére! Ennyi az élet. Zárul földi pályám. Most már sírba térek. Tü-dü-dü-dü-dü. Az ihába szántuk, ami nem is eke, de attól még jó lesz. Na, ja, mondtátok, ne énekeljek. Tök jó egyébként, frankon működik minden, csak miért nem tölt abból? Ha módhábos cusz gyerekek, úgy töltöttem le. Erre megint nem akar workingálni, hogy mi azt is meg kell töltenem, nem valószínű, hogy meg kell töltenem, hogy kellene megtöltenem, ugye? Nehogy azt mondják, nem, hát azt írja is, hogy abból is tudsz venni, de magasabb áron veszed ebből, mint hogyha megvennéd egy raklapon, ami tök jó, mert igazából akkor így kompenzálva van az, hogy ugye nem kell elmenni a Bautba. Bautba nem kell elmenni, de mégis ugye akkor szívjál vele, drágábban vődj meg a dolgokat. Hogy megy a vonat. Állítsuk meg a vonatot. Volt ilyen, volt egy olyan sorozatom, állítsuk meg a vonatot. Hát nem jött össze, ugye? De vicces volt, amikor ilyen nagy fákat húzogattunk ki, emlékeztek? Szabiékkal. Szabival meg Bundival? Júj! Nem volt Bundi lecseszett megint is teljesen jogosan. Hogy megint nem volt SnowRunner, hanem csak nyomom állandóan a farmingokat agyba főbe. De egyébként teljesen jogosan. Jogosan mondta, hogy igaza van. Itt meg why? Why nem akart itt kiszántódni? Figyeld! Ha mi történt? Mi folyik egy gyöngyösön? Megmaradt ez egy bokor. Megdobta a gépet, vagy mi történt? Ugye ide visszatornázom magam, aztán valami lesz. Húha, itt meg is... Gyerekek, keményen megrúgtuk. Na meg azt, figyeljetek azt, hogy írtózatos durván rúg egy kész IH a szántáson, de ennyire szerintem valahogy nem tűnik reálisnak. Nekem legalábbis, nem tudom ti hogy vagytok vele. Lehet, hogy azt mondjátok, én vagyok a szélszál hasogató, de nehogy már nem tudja lehúzni ezt a kis ekét a kész IH. Oké, bizonyos körülmények között ő is el tud süllyedni. YouTube-on nem egy videó van, amikor ez a nagy dög bele van be van állva a sárba, mert ugye oké, hogy vannak ezek a gumihevederek, csak ez is ugye, hogyha eltörődik sárral, lesz rajta egy olyan sárréteg, amelyik teljesen rá van tapadva egy ilyen nagyagos sárréteg, akkor sáron fog csúszni, és nem sár a gumin, vagy nem a földön fog a gumi menni, hanem konkrétan a sáron. Mert ezen is lesz egy földréteg a gumiheveteren, meg ugye a talajon is van egy sárréteg, aztán akkor ott a tapadás az a nullával egyenlő. Szóval minden is el tud süllyedni, meg minden is lehet problém. Vaj, okosba gyerekek, szépen odarézettek a föld szélébe, hoppá! Úgy. Aztán megyünk még egyet ám, főleg itt az elején van azért itt egy fót. Aztán csapjuk neki. Nem tudom, hogy miért nem tölti, hát hogyha... Ez nagyon izgalmas lesz egyébként tényleg, hogyha nem sikerül ezeket megtöltenem. Egyébként néhány raklap cucc még van nekem, úgyhogy nem kell elmenni, mert ugye ott a földön azok kivittük, leraktuk, hogy vannak dolgok. De hát azért... Az érted, nem azt kellene itt erőtetni. Hanem egyszerűen megvettük ezt, drága pénz volt! Na és akkor azt a marha telepnek való földet... Arra érdekes kommentek jöttek, mert egyébként elgondolkoztató és érdekes kommentek, majd hogyha elindítom a vetést, akkor fogok róla beszélni, jó? Itt láttam még egy kis zöld csikot, nehogy életlenül ne tudjak rávetni. Na figyeld a sleepet! Csuszik, gyerekek, 30%-ba csuszik a... gép. És úgy, hogy nincs lenne az a nehéz borona, vagy minek nevezze? Minek nevezzenek? Na itt van, látod, itt te. Leengedjük. Tök jó a dolog. Egyébként... igen,
Farming Simulator 22 sorozat eléggé, hogy nyögvenny elősen indul, de nekem is nagyon szokatlan volt a koncepció, ugye, hogy megint RP-znem kell, nem is tudom, évek óta nem RP-ztem, vagy az Isten tudja, mikor volt utoljára. Jó van, ez jó lesz számít gyerekek. Tudja kapcsolni ezt a terület létrehozását, mert véletlenül ilyenkor, amikor mész egy ilyen hepehupás részre, beleakad a földbe, aztán ott is kiszántod a fűjjet, mint a szar. Nálunk a izék szokták a traktorosok. Lefelejtik, vagy leengedik véletlenül, jönnek részegen, rá tegyen el a izére, megkapaszkodik a hidraulikarba, aztán végig szokták húzni tárcsával, meg ekével izét, az aszfaltos utat. Mindenhol ilyen izék vannak ilyen, hogy végig kortatta vele. Oké, na, ezeket se tölti, mert akkor vadulok meg. Vagy lehet, hogy hülyeséget, nem vettem én hülyeséget. És nem mondod, figyelj, ide jöttem ehhez így, és akkor beállt a készségét, beszállt a készségét ihába. És figyeld, nem, egyszer nem tölti, hallod, megvadulol. És tudod, odaállok tökig vele, figyeld. Na, bazze, tölti. De hát ez meg mag, ugye? Jód, vagy ez nem mag, hanem ez... Már ilyen nagyon oda kell állni, vagy mi? De hát ezt például jót vettem, nem? Hát hogy ne vettem volna jót? Hát várjál. De hülye vagy, bazd. Hát pellantás, gyerekek! Én csesztem, akkor nagyon bizonyítek. Jó, ez az, ugye? Ez izé, ez az. Ez olyan szitta, hát a szittankot meg főleg nem lehet elcseszni. Lehet, hogy nem tudom elképzelni, mi miatt be ezzel, komolyan mondom. Bizonyos helyről tölti csak. Ennél közelebb ne kelljen állom már. Le kell ponyváznom hozzá, nekem manuálba. Speciálban manuálba le kellett ponyváznom, ez volt a baja. Te ne haragudjál, más izénél ilyen problém nem volt, vagy igen, eddig. Na mindegy, jó, hiszek neki, lehet, hogy az volt, gyerekek, hogy ki kellett nyitni a szerkezetet, de legalább időben rájöttünk, nem igaz, srácok? Jó, ez viszont jó, ugye ugyanúgy úgy pénzbe kerül, tehát olyan, mint hogyha venném a zsákost, meg ugye a raklapost. Viszont, na figyelj, így nem izél, így nem akarja. Így lenyitom, figyelj. En. Így meg igen, ez volt a baj, gyerekek, ahogy baré. Hát de hülye volt a kívül. Oké. Csak az a baj, várjál, ennek tudom nyitni szépen manuálba. Mert az előbb is nyomkodtam az N-et, és nem nagyon akarta. Mindjárt megnézzük. Vetőgép nyitása. Jaj, nem. Mert elvileg az N-nel lehetne nyitni, az N-nel, és ennek nincs az a funkciója. Eskü. Mert ugye bekapcsolás van, munkaerőfelvétele, vetőgép leeresztése, vetőgép kinyitása, de az nem az, hanem úgy konkrétan ugye kinyitja a méretbe így beáll. A válaszmagod van, a kirakodás van. És nincs izé, nincs az, hogy nem tudom kinyitni. Ez érdekes, hogy nem tudod kinyitni, mert elvileg kellene lenni egy olyannak, hogy N. És nincs olyan, várjál. Ez mi az a PTO-s tab bekapcsolása? Nem vágom, gyerekek. Nincs olyan, hogy nem tudod kinyitni a tetejét. Ezt soha komolyan nézve. És úgy se illik ki, hogyha ide állsz. Ez mondjuk nagy problém. Úgyhogy lehet, hogy ezzel meg trükköznöm kell. Szerintem úgy ki tudom nyitni, hogyha fölé emelek valamit. Na mindjárt megnézzük. Hát ez egy elég nagy szívás lesz így. Ugye viszek egy zsákot, és akkor... Akármilyen zsákot, hogyha fölé emelek, szerintem kinyillik, vagy ha közelébe viszem. Egyszerűen nincs olyan rajt. Most ezt lehet, hogy hülyének néztük, de nincs olyan rajt. Figyeld! Kinyillott. Csak az a baj, be is csukódik.
Az is az a gond, hogy azt a zsákot fogja lehet elvinni. Nem, látod? Az a gond, hogy... Az a gond, igen, onnan meg az már azt viszi. Hogy nem tudod kinyitni ennek a vetőnek, de miért nem tudod, hallod? Nincs olyan funkció. Az így tök baba, nem? És ezzel nagyon rácsöztem. Hallod? Nem hiszed el, hogy ekkora szerencsém legyen, hogy most ez meg az a probléma, hogy nem nyitja ki a autómatát. Jaj, te. Nem hiszem el, komolyan mondom. És... De miért nincs ennél vetődni az, hogy kinyitom a tetejét? Aj, ne, most ez komoly. Sír a kíper, nagyon durván. De most tényleg mindjárt erejjön magam, komolyan. Na, körbehúzzuk, aztán akkor mehetnek a vetők. Hát ez egy elég problémás. Eléggé problémás. Nem hiszem el, komolyan mondom. De hát jól vettem, hát bag, bazd, szíd. Nem lehet azt mondani, hogy nem jót vettem. Jó, körbe rántom azt, akkor megyünk ám tovább. Hű, azt mondjátok sorskártya napban. Az van, milyen meg bazd, be se készítettem. Úristen! De annyira már egyébként mennék a következő helyre, csak ugye ezeket kellene csinálni. Egyébként be kellene állítanom, nem tudom, hogy... Lehet, hogy külön részt fogok rá szentelni, hogy a crossplay beállítás ezen a mapon, mint ezen a részen. És akkor az egy sorozat külön része lenne, és akkor ugye meg tudnám azt oldani, hogy nem kellene itt vinkódnom a gépi munkásokkal, meg semmivel, hanem konkrétan így folyamatosan tudnám csinálni. Folyamatosan tudnám csináltatni a dolgokat. Ja, egyébként búzát vetünk természetesen, hogy tikoknak legyen bőven kaja. Hát nagyon szépen dolgozik a képer. Nagyon szépen. Jaj! Egyébként gondolkoztam azon, hogy Demon Hillnek látok, van gázpedálom, nem kell nyomnom, ne szórakozzak. Nem van itt ugye a setnek a gázpedálja a lábamnál, most találtam meg. Demon Hill érdeklődött, nem tudom, hogy milyen megfontolásból, nem is nagyon akarom filtratni meg, hogy ki mire kíváncsi, hogy lesz-e OnlyFans-em. De nagyon kis huncut dolog volt ez a kérdés. Hát de, hogyha jó igény van rá, akkor mindenképpen egy OnlyFans-et is csinálok egy ilyen... nem tudom, hogy mit csináljak, hogy... Hogyan aratok egy szál tangába? Vagy nem tudom, mit kellene. Jó, az a baj, vizuális típus vagyok, és azonnal elképzelem mindent, ami így... Hogy mondjam? Azonnal elképzelek mindent, amit így kimondanak nekem, meg így elgondolom. Meg így eszembe jut, és most elképzeltem magam tangába, ahogy éppen farming szimulátorozok. De jó, mert akkor a Steigerbe ilyen... a Steigerbe ugye van ilyen láb közötti váltó, a régebbi Steigerekben volt. Na hát az akkor... Akkor az úgy hiteles lenne, hogy a lábam között van egy váltó. Kar. Ez nagyon komoly. Jó van. Ja, egyébként meg vagyok egy kicsit fázva. Nagyon aggódtam miatta. Meg hogyha nagyon sokat beszélek, akkor ilyen furcsa lesz a hangom, és ilyen orrhangom lesz. Van egyébként egy úristen, abban az autóban, ugye autóban megyünk, dolgozni, azzal járunk, és a kocsiba van egy nő, az állandóan szüttyög gyerekek, mint valami kisgyerek. Esküszöm, hallod? Nem tudom, hogy a francba lehet szüttyögni, nem tudom hány évesen, 45 évesen, aztán én megpróbálok nem szüttyögni. Azt állandóan azt hallgatom, hogy a takó hogyan csúszik az orrába lefel. Megállás nélkül szeptembertől bazna izeig a szüttyög. Szeptembertől szüttyög, márciusig, érted? Következő hónap márciusig. Hát nem hiszem, hogy nem tudja kifújni az orrát. Na, köztetek is van ilyen tipikus, ilyen notorius szüttyögő? Régen szüttyögtem ilyen, mit tudom én. Kicsi koromban anyám mindig rám szólt, ne szüttyögé, fújt ki az orrod, nem? Nem így kellene történni? Nem így szokott ez megvalósulni?
Aztán akkor az ember így muszáj leszokni a szüttyögésről, nem? Jó, hogy nem az ingújába tör le, ezért, kabát ujjába taknyát. lehet, hogy mindenki, lehet, hogy csak én nem szüttyög, lehet mindenki szüttyög, aztán most meg gondoljátok, hogy hülye vagy, te lesz, hogy te nem szüttyögsz? Te szüttyögjé! Te szüttyögjé! Jó van gyerekek, jó lesz az úgy. Jó van az úgy kategória. Na aztán akkor megindítom mind a kettőt, ám lefő mennyi szépen okosba. Csak az lesz a probléma, amit mondtam, hogy ha nem tudom kinyitni ennek a tetejét, de nem tudod, érted? Nincs olyan funkció. Nincs olyan gomb. Nincs, nem ér el, hogy le tudod nyitni, vagy föl. És azt nézem, egérrel, vagy valami, de azzal sem. Ez már mi? Hol van róla az en? Erről miért nem tudod kinyitni? És akkor most mit csinálok, érted? Hát azzal tudsz trükközni, hogy idehozol egy olyan zsákot, azt aki kinyillik, csak akkor mindig kell egy zsákanyag. Az egy, elég érdekes. Nem? Nem tudom. Nem tudom ezt hogy fogom megoldani, most már megint van egy olyan probléma, amelyik... Egyébként mondtátok, hogy legyen már világítás a telepen. Egyébként van világítás, azt hiszem, hogy gyárilag ugye minden egy épület előtt van. Azt emiatt nem maradtam ám. Nem fog sötétbe borulni a tiéd. Maximum, hogyha a tiéd lesz. Na, megtörtént az esemény. Egyébként gyerekek, nem tudom, hogy fönnakadná a kerítésen, de lehet, hogy még jobban megérné keresztbe indítani ezeket a gépeket. Na ugye keresztbe az a fő szélesebb már, mint hozzá be. Menjed neki, tesó! Csapasd neki, speciálba jöjjön, kipörnek a vetés. Hú, bazza, izéke a sorskártya. Mindjárt, ezt még elindítom, jó? Ezt még elindítom. Így, hadd menjen. A kipörnek az eszére. Nehogy menjen, várjál. Akkor már. Akkor már ezt lehúzom, hogy mindenképpen. Ha figyeljetek, arra vegyük be a korvára, mindenképpen lehúzom a gépen. Hogy a fordulók azok biztos, hogy jól menjenek. Ezek meg szépen ledolgozzák. Egyébként ez a két betű az extrém gyorsan meg fogja csinálni. Akkor a telep. A telepről volt szó ugye, hogy vehetem meg. Hát... A telepről volt szó, hogy vehetem meg. Írtátok akkor egyébként ilyen 100 000 euró és 400 euró közötti volt a tippek. Ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy ilyen átlagot borok. Kivéve amikor Kolompár Démonir odaírja az 1 milliárd eurót. És... Azt nézem, mennyi minden van benne, jó van benne. Egyébként elég jó nagy kapacitásúak ezek a vetők. És emiatt arra gondoltam, akiből... Meg várjál, először is hadd mondjak el valamit. Ugye, hogyha bekapcsolnám, hogy a gép vegye az anyagot, ja, erről már beszéltünk, hogy akkor nem sok értelme lenne a kapacitásoknak. Igen, akkor ezt meg kellene vennem, ezt a TIA-lepét. Csak akkor 100 000 meg az 0 euró között érkeztek a tippek, akkor arra gondoltam, hogy csináljuk azt, hogy legyen 50 000 euró, jó? És akkor igazából azt szerintem a reálisnak mondható. Tehát akkor 50 000 eurót le fogunk venni, veszünk egy vásárlást, és akkor nyomunk egy mínusz 50 000 eurót. Mínusz 50 000 eurót. Aztán igazából annyit nekem meg is ért, meg akkor így valamennyire reálisabb, és nem csak 400 ér veszük meg. Meg hogyha vannak olyanok, mert valamikor így mondjátok, hogy mit tudom, gépügybe keveset vontál le, volt egyszer egy olyan 8000-es, meg mindenkor így kompenzálva van. Tehát... Na, várjátok, akkor el kellene egyébként oda indulni lassan. Akkor így kompenzálva van ez a dolog. Én arra gondoltam. Jó, igazából el kellene mindent vinni, annyit kellene csinálnom, hogy mindjárt mondom ám. Ugrassunk ide. Egyébként meg ugye a tojás termelés nem indult meg. Olyan lapspike-okat tud produkálni egyébként ez a tyúkol. Hol van a izé? Hol van a KCH? A KCH-t azt én mindig elveszítem. De egyébként ilyenkor most tabolhatnék is, mert nincsen olyan extrém sok gép, de hol tettem? Itt van, bazza. Itt a KCH.
El kellene vinni, a legelőször is. Vigyük el. Még van 92.000 pénze. Arra a környékre vigyük el a gépeket. Ugye a KCA most egyelőre nem kell itt. Egyébként minek nekem ide a KCA? Állj! Ja, várjál! Igazából csak a tojást kell szállítanom? Hát ide nem kell akkor nagy gép, mert ugye a hamster... Figyeljetek a KCA-t, akkor ide el kell vinnem a francba, hallod? Hát a tojásszállításhoz nehogy már izét használja. 700 óerős traktor. Hát semmi máshoz nem kell. Hát gondolkodjál, képer, hülye vagy? De viszont az lenne jó, hogy itt valahogy normálisan át tudnék menni, csak az a bajba az... Várjátok, sorskártya, állj! Sorskártya, mert elfelejtette a keeper. Spin! Spineljünk! Nem akarok frissíteni, össze akarom keverni, és... Veretés! Körülülülülül! Ha pénzről van szó, egy nullát utána írunk. Legyünk bátrak, egy nullát utána írunk. Bazze. Nem volt gyomírtó a boltban, amit most el van vedve neked, azt nem nyomlálhatod, hogy nem izélheted. Nem gyomírtózhatok, várjál, mert akkor gyorsan nézzünk rá. Jó, akkor figyeljetek, ez az lesz, hogy a 10-es, vagy a 9-es és a 11-es földet nem fogom permetezni. Jó, hanem csak a 10-eset. Mondjuk nem, igazából a 9 földeket nézzük meg. Jó, a 9-es és a 10-es, vagy a 9-es és a 11-es földet azt nem permetezhetem, jó? Akkor ez így fog fölépülni, szerintem akkor legyen az, hogy igaz, hogy a fél föld van, de... Az elvetett föld... De várj, nincs gyomírtó a boltba. Tehát akkor konkrétan nem permetezhetek ma, nem? Hát ha nincs gyomírtó a boltba, az tök mindegy, hogy most el van, most vetek-e, vagy... nincs gyomírtó a boltba, akkor nincs gyomírtó a boltba. Tehát akkor nem, ma nem permetezhetek, az a lényeg. Egyébként milyen telepek vannak itt? Ez mi az a telep? Oh, úristen, ez mi az a telep? He! Ez mi ez a telep? De figyelj, de jó telep, hallod? Ez mi? What the fuck? Hallod, de jól néz ki, öcsém? Ez ilyen kisebb, ilyen üzételebb, de durva. Durva, és ki lehet nyitni az ajtót? Ó, oh, az egy tartista aló van, Dick. De jó! De ezt gondolom, not working, ez csak ilyen decoration. Van egy olyan érzésem. De mekkora gyügyom van itt, apám? Szerintem ez nem működő állatistáló, nem hiszem. De viszont atom jó. Egyébként ez a map jó. De mi, nekünk nem ez a célunk. Meg mi nem kicsiben gondolkozzunk, hanem mi vagyunk a mészáros lőrinc. Ez egy érzékeled volna, mészáros lőrinc sorozat. Na, menjünk. Egyébként valami utat kell majd, megveszem a földeket, a strádát fogunk építeni. Megyünk föl, oda megyünk föl, gyerekek, oda, ott van, ott oda nézze, testvérem, oda megyünk föl. Le is megyek itt a földúton, azt fölmegyek ott. Meg kell tanulni ezeket az útvonalakat, egyébként lesz majd fakitermelés, letermeljük az összes fát, ami létezik. Tényleg, ez halál komolyan mondom, gyerekek, mindent letermelünk. Halljátok, mészáros lőrinc nem kispályázik. Mert itt valahol, hogy tudok átmenni olyan a földútra? Itt okosba. Elkezdem okosba, aztán ez hülyébe volt, nem okosba. Csak sleep az csak 48-6%, érted? A földútra nem megyünk jobban. Egyébként jó a rumboxot is ezen a mapon. Itt valahogy okosba. Én megyek így föl. Hát nem is rövidítettem semmit konkrétan. Aztán egyébként ez a telep, ez nem kicsi. Öcsém. Megérte az 5000-et, mi? Mindig azt hiszem, hogy ilyen kicsi, aztán tök nagy.
Bár ezeket lehet, hogy nem lehet használni az épületeket, ha jól emlékszem. Ugye itt van egy ilyen nagy alakuló tér. Vagy ez, nem tudom, betonos pálya, itt lehet focizni, ha akarunk. Az a gyerekek, ez nem volt jó ötlet erre jönni. Na, megérkeztünk a telepre. Megérkezett a gépen a telepre, elfoglalja. Figyeljetek, akkor ez a készíja az marad itt. Oda meg fogunk venni valami nyerges, mert igazából fölvett minket a pénzbe. Megjött a keeper, megvette a telepet. Megérkeztünk. Egyébként ez valóban, ez marha telep dolog. Hoppá! Izé, gyerekek! 2,7 milliót kaphatnék idejére, támogatásra. Lol. Poén lenne. Na figyeljetek, az alakuló téren fogunk egyelőre alakulni. Jó? Itt alakulnak a dolgok. Ide vonulunk föl. Van a baj, még vissza kell mennem. Ötször. Nézzük meg a ideket, a vetőket. Nagyon jó. És pont a másik. Az lehet, hogy bele fog keveredni, várjátok, majd én átrakom, jó? Mert pont itt a sarkon egyébként bele szok keveredni, de az a baj, nem az egész az egyéb. Egyébként itt lehet, hogy el fogom tüntetni a dolgokat. Jó pénzért persze, ami az én földemben van, és csinálunk egy ilyen összeszántást. Hogy akkor ez ne legyen itt ez a beugró, mert az a gond, hogy mindig belekeverednek a dolgozók. Na akkor az a lényeg, hogy ezt a földet én, vagy ma nem permetezhetünk, úgyhogy nem is fogom ezt... Figyeljetek, ez van. Permetezni nem fogunk. Jó messze mentünk, figyeld. Jó, de jó, egyébként nagyon bírjak. Hoppá, már nézzük meg, művelt ez a terület, ez meg betakarított. Hát jó szarkor vettük meg, de hát keeper az nem kis pályázik. Úristen, a legnagyobb izéket akarom megvenni ám. A legnagyobb vetőt, legnagyobb tárcsát. Ezt úgy vágjátok. Várjatok, itt ez hogy lehetne elmenni nagyon optimálisan? Sehogy, hallod. Az a baj, mindenhol ez a hülye folyó. Hát ezen az úton ki, egyébként az nem volt hülyeség, le a föld úton. És akkor ott meg tovább. Még azt mondom a leg... Ki kell fundálnom magamnak egy jó utat. Ugye földeket megvehessük-e. Megfehetjük izé, akkor mindenképp ugye tudok rajta utat csinálni, még akár talajmódosítással is. Úgyhogy előbb-utóbb az lesz, hogy igazából szerintem az összes földet meg fogjuk itt venni, aztán majd hadd szóljon. Viszont akkor ezután úgy lesz a sorskártya, hogy akármilyen összegről van szó a sorskártyába, akkor utána írunk egy nullát, jó? Természetesen a százalékos dolgokra nem, hanem ami összegszerűen van írva, mit tudom, buktálsz 10 ezer eurót, akkor ezután 100 ezer, hogyha buktál 100 ezer eurót, akkor ezután 1 millió euró. És a nyereményeknél is így van. És szerintem akkor így kapásban már nem is olyan rossz az a projekt. Várjátok, itt kellene valahogy lemenni, csak itt pont van egy lösz fal. Úgyhogy... Azt nézem. Az a gond, itt meg van izé. Te ilyen szaladkorlát téma van. Látod? Várj, mennyire mély itt a víz. Itt a sasna. Hát ez nem volt a legautentikusabb. Hogy átugrattunk volna, de legalább jó gyorsul. Ja, úgyhogy ezeket a területeket én megveszem, hidat meg mindent fogok építeni. Ne vicceljetek! Ha muszáj-e! Na, elmegyünk a többi járművére is. Egyébként nem mondom nektek, hogy itt, ez a legnagyobb föld, még itt van például, látod? Ez a legnagyobb föld, ez lenyúlik oda ugye a legaljára, úgyhogy ez is valószínűleg a miánk lesz. Egyébként itt jár a vonat, sosincs piros, mert itt ugye láttuk, hogy evente vonat, tehát akkor hubbar ez. Közben végeznek a izével. Figyeljetek akkor igazából, hogyha végeztek a vetéssel, akkor permetezni nem lehet, műtrágyázni lehet. Tehát a műtrágyázót azt csinálhatom, permetezni nem szabad. Akkor konkrétan pörgethetem az időt, mehet a műtrágyázás, és akkor pörgethetem nyire az időt. Ugye ebben a részben azért szeretnék fejlődni gyerekek, ahhoz meg tojás kell annyi, mint az Isten nyila. Na.
Jó. Meg kellene egy géped vennem, ami ugye elrángatja. Figyeljetek, akkor a Dolly-t azt ki tudom venni. Figyelj, akkor elég egy nyerges. Belegondoltok, akkor ide nem kell nagy traktor. Ha minek? Mondjuk ennyi erővel ezért a tojást el tudom vinni egy izével is. GCV-vel, érted? Nem? Most akkor minek vegyek ide traktort? Most azon gondolkodok, ide nem kell traktor, nem? De viszont akkor marad a Dolly. Én abban gondolkodok, hogy nem kéne traktor ide. Szerintem ez tök hülyeség lenne ide traktor. Hát figyelj, lerakom a GCB-vel a kettő ide, most a tojást elviszem, ez nem mindig. Az általában akkor történik, amikor időpörgetés után majd pont a GCB az szabad. Vágod. Vágod csótány, miben volt ez? Az egy jó film, ha izé. Családi üzemek? Ugye? Volt. Jó, hát akkor viszont van egy nagy traktorunk, amivel ugye rávehetem a legnagyobb vetőt. Kombájnt kell majd venni, meg kell venni a legnagyobb vetőt, a traktor megvan, meg egy kombájt. Az nagyon fontos. Ide egyébként erre a földre már mindenképp a nagy izét, nagy permetezőt fogjuk, a legnagyobb permetezőt, ami létezik, meg mindent úgy fogunk megvenni, szóval itt írtátok, hogy erre a földre ugye cseréljem le a GCB-ket, inkább csináljam azt, hogy vegyek nagy permetezőt, meg minden, de inkább én arra gondoltam, hogy majd a következőre is, akkor itt valamilyen szinten egy kis változatosság is lesz a játék menetben. Szerintem ez így mindenképp jobb egyébként, viszont lehet, hogy az aszfaltos úton itt meg érdemesebb elmenni, amíg még nem csinálok utat, nem? Mint itt kavargok a földutak között. Egyébként ezek a löszfalak nekem annyira jellegzetesek. Nálunk ilyen, na, sok ilyen löszfal van. Ugye ebbe szoktak így bele ilyen madarak, ilyen nem tudom minek nevezik, milyen madár. Bele szokott költözni, az tele van ilyen likkal, aztán ott benne röpködnek ki belőle. Ilyen löszfal, ilyen, nem tudom, ilyen 3 kilométeres körzetbe, vagy 2 kilométer, nem, 1 kilométeres körzetbe. Szerintem ilyen 10-et tudnék mutatni, nagyon sok van a felénk. És tele van ilyen lyukakkal egyébként. Az aljában meg róka lyukak vannak. De a skalák komolyan, tetejében ilyen madár lyukak, aljában meg ilyen róka lyukak. Szoktak így beköltözni, beásni magukat a róka koma. Úgy tudom, hogy itt már mehettem volna balra. Az volt egy földút, de hát itt már akkor igazából ennyi az egész. Költözünk, gyerekek, költözünk. Mai rész is eléggé produktív. Szántottunk. Költözés van. Vettünk ilyen újra töltő tartályokat, ugye, ahol tudjunk ott venni dolgokat, de hát azzal mondjuk nem nagyon lettünk kisegítve, főleg ugye, hogy annak a vetőnek nem nyílik a teteje, azt megint nem tudom, hogy fogom megoldani. Ez megint egy akkora probléma. Ez valaki, hogyha ma tudja a megoldást, légy írja meg, hogy az miért nincsen ott enne. Mert ugye kellene enne, nyitod a tartályát a vetőgépnek, és a keeper nem tudja kinyitani, az meg így nagyon-nagyon szívás lesz. Jaj. Ide át kell hoznom az ekét is, most jöttem rá. Úgyhogy még egyszer visszakömennem. Ó, te fiú. Mert ugye kapásból összeszántással fogunk kezdeni. Az alakuló téren alakulnak a dolgok, szóval tényleg ez így lesz. Né. Pautkocsikat ide teszi a képár. Figyeljetek, addig úgyis megy a vetés, meg megy mindjárt a műtrágyázás, szóval időnkből kitelik. Itt vissza végig fuvarozgatok párszor. Hoppa. Ez a krapu, ez a lakatos, ez megcsinálta a kaput, hallod? Neki ment a 700 lóerő, és mit tudom én, 10 tonnás traktor, azt megserezzen. Ezek szerintem összeakadtak, bazen, most nézem. Úgy gyerekek, ezek nagyon-nagyon-nagyon sikerült megoldani. Azt leveted, akkor befejezed? Befejezed, ugye? Nagy lószar fejezi. Befejezte? Jó, befejezte. Na, valamikor nem fejezi be, hanem akkor még itt toladgat, még menni akar ide-oda. Na akkor az a lényeg, hogy ezt a földet, gyerekek, mi a nekem, szerintem egy... Meg hát úgy evidens, hogy akkor nem. Nincs a boltban hiányban ugye a műtrágya, vagy a izéből, a permetszerből, nem permetezek. Nem permetezek, ez van, gyerekek. Tartsuk be a szabályokat, ezelőtt is elfeledkeztem magamról azt, mi történt. Tudjátok, jó, mi történt.
Mire beállunk a szokott helyünkre, a miásikkal is, Na, egyébként most mindig így eszembe jut, de ez tök optimális, nem? Hogy itt ide kijössz a földre, innen ebből a telepből, megcsinálod a munkát, oda visszaállítod a gépet. Ugyanúgy jöhetsz ki. Ez szerintem most így nagyon szuper optimálisra meg van csinálva, és nincsen fölösleges gép. És amiatt nem is fogok ide még egy gépet venni, mert nem azért, mert nem lenne rám pénz, mert tényleg annyi pénzed van már, mint a pályba. Hanem amiatt, mert egyébként még egy izé kellene, egy tankoló állomás valahova ide is, hogy mennek, jönnek ki a gépek, akkor tudjanak tankolni. Úgyhogy még egy kutfejet fogunk rakni. Jó, hát figyeljetek, be is kellene pörgetni az időben, nyugodtan pörgetetek, mert muszáj lesz. Jó. Akkor egy pörgetünk egy, a lényeg, hogy érjen be az első stádium, tehát nem is kell megvárnom. Jó, mondjuk reggelig akkor már bepörgeti az ember, nem? Jó, reggelig bepörgetünk. Hát már jó költségek vannak. Aztán mehetünk műtrágyázni. Hát jó, gyomos lesz sajnos. Azzal nem tudok mit csinálni. Na várjál már. Állj meg. Központi Gavona Elevatorbe. Nagy a kereslet, nézzük meg, hogy mire. Izére, gyápotra. Egyébként mondtátok, hogy mindenképpen vessék új dolgokat, mi mindenképp fogunk új dolgokat. Érdekelnek az új dolgok. Na, ki kellene menni akkor műtrágyázni, viszont tizéni meg nem. Ugye permetezni nem, úgyhogy a permetezőket lekapjuk az elejéről. Aztán ennyi lesz az egész, szóval ez jó fog így működni. Permetezőt letesszük ide. Sőt, maradhat is ugyanitt, aztán kitolatok alóla. Nekem egyébként tetszik ez a módszer, ezek a GCV-k, ezek tök jók. Néhány embernek nem tetszik. Néhány ember az nagyon, nem tudom, nagyon nem tetszik neki, és nem, annyira nem nagyon értem, hogy miért, megmondom őszintén. De nekem egyébként ezek nagyon bejönnek, tök gyorsak, tök rugalmas velük. A munka, ugye egyszerre csinálnak kettő dolgot, szóval ilyen tök frankó. Nekem tök bejön. Szerintem nagyon jók. Ezt érdemes használni őket. És ezeket érdemes használni. Figyeljetek, lehúzom az alját, és akkor meg is küldöm fölfele. Ennek szerintem nem nagyon nem kell körbe mennie, meg hogyha esetleg kihagy valamit, akkor inkább utána megcsináljuk. Mindjárt kihozom a másikat is. Aztán akkor szórják le szépen. Gyomosnak gyomos fog lenni 100%-ig, úgyhogy nem fog akkor a hozamunk lenni, de a sorskártya a sorskártya. És akkor igazából maguk a sorskártyák azok ugye ugyanolyan erősen hatnak még mindig, mert konkrétan ha földet vesztünk, akkor ugye már most már nagyobb földet vesztünk, hogyha éppen nem tudok mondjuk permetezni most, ugye akkor ugyanúgy hat az emberre, meg az ilyen játék befolyásoló dolgot. Jó, ez mehet is fölfele. Nem nagyon akar fölfele menni, miért tartsz barátom? Jó, menjél. Az ilyen játék mechanikát befolyásoló sorskártyák, azok ugyanúgy befolyásolnak. Az összegszerű dolgok azok ugye eléggé elmentek, úgyhogy azok tízszeresére növekednek, jó? Konkrétan tízszeresére növeljük az összegszerű dolgokat. És itt tök jó, hogy megvan ez az idei út is. Hát ja, egy külön részben cruiseplate kellene idejönnem. Cruiseplate kellene megtanulni, meg be kellene állítani. Meg a cruiseplate és a follow me módot. Ezt a kettőt soha nem használtam, úgyhogy lehet, hogy egy külön részben ilyen szerencsétlenkedés, meg ilyen beállítás lesz, nem akarok. Nem akarok, nem egy. És ez komolyan megállt. Ezeket nem tudom megérteni, ám. Esküszöm, ezeket nem tudom megérteni. Hogy most ez miért állt, megérted?
Na mindegy, jó, oké. Kellene vinni tovább a cuccokat. Figyeljetek, ezt is el kellene vinni. Ugye ezt mindig oda visszük, ahol éppen letelepedünk. Meg az MP-t. Ezt nem tudom, hogy egyébként tudom-e bármire is használni. Esélyes, hogy lehet, hogy nem. Na. Gyerekek, élem! Ez valószínű, sok mindenre nem fogom tudni használni, de ez viszont, ez a előre az 5 éves terv, hát ez nagyon stílszerű ez a nagyon stílszerű ez a mondat, hogy ez a kijelentés, mert lehet, hogy 5 évig fog tartani ez az 1 milliárd euró, mert még mindig 90 ezerünk van, bár ugye ez nagyon nem jelent semmit, mert azért borzalmasan nagy mennyiségű összeget most már felhalmoztunk, például ugye földekbe és járműve. Nem is tudom elképzelni, szerintem már ilyen 5 milliót biztos beleöltünk mindenbe. Annyi, hát ez bőven, bőven gyerekek. De utána kéne néha számolni, nem? A kombájnok maguk ilyen félmilliósak, a kész ilyen az félmillió, biztos van, az már ma kapásban másfél millió. A két fast track az megint fél millió, az már 2 millió. Na jó, jó sokat elcsesztünk már, jó sok pénz. Jaj! Olyan lassúak vagyunk, azt hittem ma ott vagyunk. Ezt közben meg nem. Meg majdnem tuskót fogtunk. Nem működik a lámpa-e? Jön a vonat, fötipar minket. Jó, azok meg csinálják szépen. Ugye csak a műtrágyállást. Látjátok, így egyébként torony iránt itt tök föl tudnék menni, mert látod, ott van a telep. Úgyhogy ide valami útat kell majd csinálni, úgyis itt ilyen erdős rész van. Úgyhogy meg fogom venni ezeket a területeket, hogy itt át tudjak járni. Bár aztán nagyon átjárás nem lesz, ha belegondolsz, mert teljesen külön független telepek vannak. És ugye a magyar mezőgazdaságban meg is például, amikor volt ez a TS rendszer, akkor is így működött. Külön voltak csirketelepek, külön voltak marhatelepek, külön voltak, amik egész más szerepet töltöttek be, és természetesen egy, ugye a magyar állam alá tartozott ez az egész. Várjátok, annyira földes útnak mennék, de ezzel mondjuk nem fogok föl tudni menni ott. Ja, és a magyar, ugye, magyar állam mezőgazdaság alá tartozott az egész. És úgy gyerekek. Ujjaj. Ujjaj. De mégis ugye külön telepek voltak, hát nem egy telepen kell megcsinálni egy egész megyének, vagy egy egész környéknek, több falunak az ellátását, mezőgazdasági ellátását. Ezért konkrétan minden faluba volt egy TS telep. Pedig aztán nálunk például ilyen, van, hogy 3, meg 6, meg 5 kilométer, meg 8 kilométerekre vannak egymástól a faluk, így, ugye egy ilyen pókhálós rendszerbe, mármint úgy értem, hogy itt ilyen elágazva, tehát minden falu mellett van vagy 3 különböző irányokba. Ugye zsákfalunak hívják azt, amelyikbe konkrétan bemész, azt kijössz, tehát nincsen tovább. De ugye általában úgy van, hogy nálunk is Nemesrádon például el lehet jutni, egyik úton el lehet jutni Pacsára, másik úton el lehet jutni Kapornakra, másik úton el lehet jutni Szemiájra, harmadik úton el lehet jutni Szentpéterúrba, Igricébe, és akkor így szétágaznak. És majdnem minden egyik helyen, itt például úgy volt, hogy ugye Nemesrádon volt Szarvas Marhatelep, Százas Istálló 2, nem 3, meg ugye a mezőgazdaság. Szentpéterúrba azt hiszem ott nem volt szarvas marhatelep, ott mezőgazdaság volt csak, marhák nem voltak. Szemihályon, az Alaszentmihályon, ami szintén mellettünk lévő falu, ott megint volt szarvas marhatelep, Pacsán megint volt szarvas marhatelep, és akkor itt mindenhol voltak ilyen telepek, különböző telepek is. Úgy megértem, hogy jön valami. Hoztam meg, figyelj, hallod? Méret. A méretek. Napot kívánok! Na mi van, miért nem megyünk? És igen,
elé mondom, gyerekek, hogy ez tök reális így, hogy egyik helyen ezt csinálják, másik helyen azt csinálják. Egyébként itt is be lehet menni, nem tudom, mit kell vergek. Várjátok, ezt hova kell leállítanom? Jó helyre, hogy itt lakok. Látod, ez az a ház. Ide válunk vele, jó? Ide válunk vele a fák alá, azt itt te... Van ég vele a fák alá. Ide válunk vele a fák alá, oldalra. És akkor oda legyek, hogy itt lakik a képő. Jó. Ez a kabola MTZ. Na jó, meg mindjárt iszok egy kávét. Jaj, na jó, van, oké. Dolgoznak a melósok. Na mi újság van? Én vagy alul, én nem is izé vagyok, rájött te. Identitás zavarom volt. Telepőr vagyok, gyerekek, telepőr. Nagyon jó. Átköltöztük. Hát, ne csodálatos. Jó, nézzük körül. Jó. Megnézzük a másikat is, várjál. Konkrétabb, mindjárt végeznek gyerekek, tök jó. Ránézzünk. Mondjam, ránézzünk, növekszik. Gyomosind az istennyire, ugye? De viszont megvan mindjárt rágyázva teljesen. Ezeket a csikókat ott ne nézzétek, mert jó. Jó van, oké. Hát le is fogják húzni mindjárt. Mit kell még csinálnom? Úgy gondolkodtam. Ja, még a kész íjjával vissza kell vennem mindenképp, össze kell szántanom a területeket. A kész íjjával vissza kell javelázni. És akkor bele is fogok pörgetni ebbe az időben nyílre, hogy konkrétan akkor következő rész elején el tudjuk adni a tojásokat. És akkor lesz egy csomó lóvénk, amiből ugye meg fogom tudni, úristen, mennyi pénzünk lesz, gyerekek, beszorom, hallod? Be is fejezte a munkát, úgy látom valamelyik. Nem tudom, nem füllött hozzá a foga. Hol a másik? Végeztek is, tök jó. Akkor be is hozom. Igen, meg tudjuk venni, hogy a következő földre, mindenki kettő földre összeszántjuk őket, és el is tudjuk indítani kapásból, ugye, a gazdálkodást, vagyis a pénzkeresést ott is. Ott az a terv, hogy ott a gabonából próbálunk gazdagodni. Van a részen. Ja, ezt az ekét el kéne vinni. Behajtottam ám, hogy ez egy dollit. Azt a betyek. Egyébként emiatt a... Az összkerék kormányzás miatt is kicsit furcsa az a jármű, mert ugye szintén ugyanúgy dobja a seggét. Nagyon kicsi helyen tud fordulni. Oké, a másik is, konkrétan pont végez. Várjál, én itt ezt átveszem, és keresztbe lehúzom, mert itt tudom, hogy itt elcseszik. És akkor meg is vagyunk. Hát, hogy itt vagy egy ilyen, látszik a földön is, hogy ilyen más színű. Oké, hármas gomb, ránézek a térképre. Mondom, hármas gomb. Itt van egy ilyen nagyon pici csík, meg ott van egy nagyon pici csík, nem foglalkozunk bele. Oké, megvan akkor a búza. Fölökhet az idő, mint az Isten nyíla, gyerekek. Konkrétan dupla beérési időig. Mármint a tripla. Nem is tudom, írtátok, hogy valami 5%-kal nagyobban hozom akkor, hogyha teljesen hagyom beérni. De hogy belegondoltok, 5% is egy hatalmas területen. Mondjuk amelyikről mondjuk keresel 1 milliót, annak az 5%-a is már tök sok. Érted, hogy mire gondolok. Annak az 5%-a is 50 ezer, ugye? De nem mindegy, hogy 1 millió, vagy 1 millió, 50 ezer. 50 ezerből egy csomó mindent tudsz venni. Ja, egyébként, bazzai, még sincsen világítás itt. Mivel nincsenek felkapcsolva a villanyok sem. Azt a betyár, gyerekek, tényleg rohadt sötét van. Hallod? Kipor sporol az áramban, ne vicceljetek, rezsi csökkentés van. Na. Supermarket, né, nagy a kereslet, áj! 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 Supermarketnél mire nagy a kereslet? Tesélyes vagy a tojásra? De nem arra. Hogy rohadj meg, hogy mindig a másra.
Mindegy, még pörgetni a minimum egy napot, mert ez nagyon nem érik be, úgyhogy holnap reggelig mindenképp, és akkor megnézzük. Közben meg a kész íjjalva kellene jönni, mert haladni már, így valami legyen. Na, közben haladok, jó? Ha körül, akkor éjszaka is. Na, holnap reggelig mindenképpen. Van 89 ezerünk, ugye a tojás eladás lesz. Holnap reggeli program. Vagyis, hogyha beérik. Akkor ugye aratás közben már én tudnék csinálni itt mindenféle csodálatos dolgot. Jó, az ácsna is nagy a kereslet. Mindenhol nagy a kereslet, csak ott nem, ahol kipörnek kéne. Na nézzük meg, ugye elég ránézzünk a térképre, hogy hogy van itt a növekedési stádium, és még nincsen nyílem, egy kicsit haladunk, és egy kicsit óvatosan pörgetünk, mert ilyenkor csinálja azt, hogy ugye nem ugrik át egyből, hanem így változik közbe. Most fölöslegesen nem akarok pörgetni. Egyébként még annyit meg kéne néznem, bárjátok egy pillanat az állatoknak, hogy van-e kajája. 4000, 2000, 4000, 2000, 4000, 5000, 5000, 4000, 3000, 231 liter, igen, 231 liter, 231 liter, 231 liter, 200. De semmi gond, mert ugye pont a búza befog. Lehet, hogy kevés lesz ez a búza mennyiség. Hát ez a búza mennyiség az épp, hogy ki lesz számolva, nem lesz egy hatalmas nagy összeg nekik. Betakarítási kész, ez a nyél, ugye? Jó, akkor idő megállíthat. Szóval akkor ide, akkor tök jó, mert azért kitartottunk, és a legkisebbekben ugye 7000 volt. Tehát az a lényeg, hogy egy vetésforgó alatt 7000-et megzabálnak. Ugye 7000 volt azt hiszem a legkevesebben. Tehát akkor 7000 legyen mindenképp darabjába, akkor a következő vetésforgóig kibírja. Úgyhogy erre kell figyelni, srácok, jó? Porciózni kell okosan. Gondolkoztam egy ilyen izérendszerem is. Valami szállítószalag rendszeren is, hogy azzal ugye könnyebben tudnánk. Talán, ha okosan megcsinálnánk, megépítenénk, könnyebben tudnánk szétporciózni egy komplet szállítószalagrendszerrel, és lehetne odébb így egy helyre leöntöd, és akkor azzal így szétporciózni. Csak egy az, hogy elég nehéz megvalósítani, de az nem is tart vissza, hanem ugye a gépigény drasztikusan meglő, minél több modot használsz, meg ugye, és emiatt. Az lenne jó, hogyha ez nem állna fent, akkor gyerekek ide szállítószalag rendszerre hordanám a gabonát az eladó helyen esküszöm. Egyik oldalt beleengedném, azt itt beleengedném, vagy ott, és akkor már ott meg kiengedni. Egyébként ilyet meg lehetne valósítani, csak tényleg az a hatalmas problém, hogy nem tudod megvalósítani a gépigény miatt. Meg kéne nézni a tojásokat, mert ez meg akkor beért teljesen. Megnézni, ránézek a raklapokra, jó? Hogy van, hát ugyan. Másfél raklap. Meg akarom nézni, hogy kb. Hogy mire számítson az ember. Itt van két és fél raklap. Miért nem egyformán tojragatjukok? Ezt nem nyövök rá. Itt is másfél raklap. Ez hogyan lehet? Ha? Itt két és fél raklap. Figyelj! Másfél raklap, két és fél raklap. Másfél raklap, két és fél raklap. És itt? Mondjuk ezek meg pont egyformának kell lennie. Mondjuk itt pont kettő van, itt majdnem két raklap. Itt majdnem két raklap, itt jók. De valószínűleg az egyben marad bent tojás. Aha, ez alatt. Itt is majdnem két. Aha, itt pont. Itt két raklap végig. Akkor az azt jelenti, hogy itt is két raklap. Uh-huh. Itt pont egyformán, gyerekek. Ja, olyan 10.000 raklaponként, akkor ezen a soron van 20 raklapnyi. Tehát akkor... Várjál, 20 raklapnyi, akkor itt van 200.000-nyi tojás. Egy ilyen sorba, ugye? Hát itt is kb. Annyira kellene lennie. 400.000-nyi tojás, az azt jelenti 5.000-ével, az több mint 2 millió. Tehát eladjuk holnap reggel, vagy holnap, hát a holnap, vagy nem holnap, a következő részben nem tudom pontosan mikor jön-e, 2 millióba az összes tojást.
És elviszük az ekét összeszántani, és 2 millióba meg fogjuk tudni venni a legnagyobb vetőt, meg tudunk venni már kapásból, mi nekem ez igaz? Egy nagy kombányt megint. És akkor tudunk dolgozni kapásból. De megpróbálunk minél több eszközt venni. Látjátok, hogy ilyenkor már ugye, mivel csináltunk, megcsináltuk ezt a horribilis nagy... Igen, egyébként úgy néz ki, mint egy koncentrációs tábor. Így már ugye tudunk elég sok pénzt termelni majd. Meg ugye onnan is jön pénz, úgyhogy rengeteg pénzt ki tudunk hozni ebből az egész projektből. Na köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!